Ez a Vince már nem az a Vince. Bezzeg régen jobb volt. Régen még nem volt ekkora nagyképű. Bezzeg régen, amikor még csak ezer követője volt. Most meg már mennyi? Hát rohadjon meg. Sziasztok, Vince vagyok, foglalkozásomat tekintve pedig sikeres influencer. Mostanában nagyon elkezdett növekedni a csatornám, mert hogy így exponenciálisan nőtt. Minél több a növekedés, annál nagyobb a növekedés növekedése. És most már így egyre gyorsabban nő a csatornám, és egyre több ember felfedezi, aki amúgy nem fedezte fel. És így, így sokan érezhetik, akik a régi nézőim, vagy az OG nézők, hogy elmúlik ez a, ez a underground feeling. Próbálok úgy beszélni, hogy ne legyenek benne angol szavak, de hát egy mondatba raktam kettőt. Basszus kulcs. Szóval az eredeti nézőim, akik már régóta követnek, kezdik elveszteni ezt az érzést, hogy ők rátaláltak valami kincsre, ami, ami csak az őjék, és akkor van ez a sok hülye Youtuber, de én meg ismerem ezt a kis Youtubert, ezt a kis gemet, basszus, megint egy angol szót mondtam. Ismerem ezt a kis Youtubert, ezt, a, ezt az égkövet, a, az égkövet az én akazalban, és akkor ez nem vehetik el tőlem, mert az én komfortom, hogy ő csak az enyém, és, és, mi ez a sok idióta, ez a sok normi, hogy itt most fedezték fel, és akkor már elveszik tőlem, és azt hiszik, hogy ő a Jani, és akkor a, kommentmező is megváltozik, már nem egy ilyen, ilyen, privát klub lesz, hanem sokféle embernek a találkozó helye, meg van, aki nem érti a videót, van, akinek csak felhozza a Youtube a videót, mert sokan látták, és akkor nem érti a humoromat, nem érti, hogy mi történik, vagy hogy mit mondok iróniából, mit nem és akkor ír valami random kommentet, ami ilyen így, így rontja a vájbot, és azt meg egy, egy régi néző meglátja, akkor meg azt látja, hogy mi, mi ez, hát miért nézik ez, hát menjetek innen, régen sokkal jobb volt. Nekik üzenem, hogy hát egyrészt sajnálattal hallom a csalódást, viszont kevesebb követőn valószínűleg nem lesz. Nekem is jó lenne néha így megállítani az időt, hogy basszus, jó most már elég volt, most már túl gyors, most egy kicsit álljunk már meg egy hétre, csak egy hétig hagyj kapjak levegőt, hagyj aklimatizálódjak, hogy, hogy felfogjam, hogy ez van. De mire felfogom, hogy ez van, addigra meg már még több követőm van. Hogyha meg úgy próbálom felfogni, hogy, hogy kimondom, ami van, hogy tízezrek követnek engem, vagy emberek néznek fel rám, akkor meg ez úgy jön le, hogy arrogancia, meg hogy el vagyok telve magammal, meg, meg narcisztikus vagyok, meg ilyenek. Ami lehet igaz, Viszont muszáj kimondani ezeket a dolgokat, hogy így, így realizáljam, hogy ez van, ez a valóság. Tudom, hogy hülye hangzik meg, hogy így, így glazingelem saját magamat, basszus, megint egy külföldi szót mondtam. Szóval hülye hangzik, hogy verem a mellemet, de egyrészt miért kéne, miért kéne eltitkolni, hogyha van egy, egy jó tulajdonságod, miért kéne szégyelni, hogy nem vagy valami középszerű. Egy csomó ember úgy van vele, aki minimálisan tehetséges valamiben, mondjuk éneklés vagy zongorázás, hogy kb. szégyeli, hogy ő tehetséges, és szégyeli, hogy jobb, mint mások, mert a középszerű emberek vissza akarják húzni, mert nehogy már kitör közülünk, mi az, hogy te, közül, te nem vagy középszerű, legyél is az. És ismerek olyat, aki nagyon jól énekel, zenekarba is volt, de mondjuk nem mer elmenni egy karaoke bárba, mert akkor azt gondolja, hogy mindenki mondja, vagy, hogy jó van már, Mr. Énekes Madár, jó van már a Mr. Pacsirta, hagyjál már minket énekelni normálisan. És akkor ettől fél, hogy mások így állnak hozzá hát én ezt a mentalitást nem szeretem. Én ezzel a mentalitással úgy vagyok, hogy pö, jaj, de rossz mentalitás ez. Sajnos sokszor át kellett élnem azt a helyzetet, hogy valamiben jobb vagyok, mint mások, és ezt a másik ember nem úgy veszi, hogy de jó, ettől tanulhatok, vagy de jó egy ember, akit itt tudok tisztelni, hanem úgy veszi, hogy késességi komplexusa van, és akkor így le kell húznia engem, vagy magát kell így felemelnie, hogy ő, én is jó vagyok, ám amúgy, amúgy, nem, amúgy, 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 amúgy és akkor elkezd nekem flexelni, hogy milyen jó, és akkor én néz rám, hogy na, 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 így, na, bólogatsz, na, igen, na, elhiszed, elhiszed, hogy én menő vagyok, ugye? Ugye menő vagyok. És ez nagyon cringe, mert én akkor is rosszul járok, hogyha engem emelnek a magasba, mert az cringe, és nem akarok egy másik emberre úgy tekinteni, hogy, hogy így alattam van. Meg az is rossz, hogyha úgy tekintenek rám, hogy én vagyok a szar, mert, ellensúlyoznak, hogy, hogy kompenzálják, hogy amúgy ők a szar. Igen, hogyha tehetséges vagy, hogyha okos vagy, hogyha van bármilyen jó tulajdonságod, és ezt egy szembesíted egy középszerű emberrel, akkor az rossz neki, mert rájön, hogy ő nem az. De basszus, hát akkor, akkor miért nem én léznek téged? Hát gondolkozom már. Biztos nekem is vannak rossz tulajdonságaim, bár most egyet nem tudnék felsorolni. Például nem tudom, fáj a lábam. Valakinek nem fáj a lába, sétál egy csomót, nekem mindig fáj a lábam. Hát basszus, ez mi? Magas vagyok, ezért sose jó a szék, és ezért mindig a derekam rosszul hajlik, és ezért a, a derekam túl laza, a, ez a izom túl feszes, és ezért mindig nyújtani kell. Tehát mindenki egy ilyen full package, full pack, és akkor vannak jó, meg rosszul tulajdonsága, és nem biztos, hogy másnak ugyanolyanok a jó meg a rossz tulajdonságai. Tehát nyilván, ha valakit sok ember lát, akkor neki olyan tulajdonságai vannak, ami sok embernek tetszik, mert azért nézik sokan. És ezek olyan tulajdonságok, amik, amik, amiket lehet látni. De nem biztos, hogy valamit lehet látni. Például lehet valaki alacsony, és még nem is izmos, és még, még csak nem is okos. Lehet, hogy nem is okos. Hát mi ez? Valaki buta. És akkor hogy lenne -e már értékes? de lehet, hogy az meg egy kedves ember, és gondoskodó, és érzelmes, és a másik embernek segít az érzelmeit kihozni, és lehet neki pont ez a szerepe, és ő ebben jó. Viszont mindenki a saját tulajdonságait alacsonyabbra értékeli, tehát ami számodra már alap, mert benned van, mióta megszülettél, arra nem tekintesz úgy, hogy ez egy ilyen cool dolog, viszont más, meg lehet pont ezt látja benned, hogy jó, benned ez megvan, de jó. És én se tekintettem magamra messiásként, akit a magyarok istenek küldött a földre, hogy segítse meg a népet, hanem ti emeltetek ebbe a magasságba. Tehát ilyenkor az emberbe felmerül két dolog. Vagy mindenki hazudik, és csak ilyen prankből mondják, vagy tényleg ezt látják bennem az emberek, és én meg azért nem látom, mert hogy bennem ez alaptulajdonság, és hozzászoktam, is. És... és nekem ez nem érdekes, mert alap. És hogyha pedig a második lehetőség az igaz, és nem mindenki hazudik, akkor nekem el kell fogadnom, hogy valamilyen dolgokban jobb vagyok, mint gondoltam, mert mások ezt tükrözik vissza. És hogy azt szerint fejezzem ki magam, hogy tudatában vagyok, hogy mások mit tükröznek vissza, ezért az identitásom részévé kell tenni azt a tulajdonságot is, amit sok ember visszatükröz. Mert ha egy ember mondja, hogy hülye vagy, akkor lehet csak ő a hülye. De hogyha százezer ember mondja, akkor már lehet el kell gondolkozni, hogy lehet, hogy te vagy hülye. És ennek a folyamatnak a része az, hogy a videóban próbálom ezeket megemlíteni, hogy nem tudom, már ennyien követnek meg már itt is felismernek, meg már ennyit kerestem, meg nem tudom, ezeket nem azért mondom, mert hogy rá hogy ráflexeljek az emberekre, hogy hát nekem ilyen is van, meg én ezt is tudom, meg nem azért, hogy így saját magamat fényezzem, hanem mert ez nekem annyira abszurd, hogy folyamatosan mondani kell magamnak, hogy hogy igaz, igazinak tűnjön, mert olyan, mert nem tűnik igazinak. Képzelje el a kedves néző, aki nézi ezt a videót, hogy most kimegy a, a lakásából, vagy a házából, és arra járnak a járókelők. És arra jár két járókelő, a szokásos, és megállnak, mikor elmentek előtted, és így megtorpannak, és így hátrafordulnak, összesugnak, és elkezdenek közelíteni felé egy telefonnal, és megkérik, hogy csinálj velük egy közös fényképet, mikor most indultál el otthonról. Tehát ez nem egy olyan dolog, ami az ember így elképzel a napjába, hogy benne lesz. Viszont nekem mert benne van ez mindig a napomban, és ezért nekem ez, ez furcsa érzés, én nem, nem születtem bele ebbe. Meg, a, meg, meg elmegyek, nem tudom, a Pride-ra, a tömeg, és akkor így fél percenként valaki kijön a tömegből, hogy kérjenek képet. Vagy az álsó speed streamjén ott, ott van egy random tömeg kisgyerek, szaladok velük, és majdnem mindenki ismer a tömegből. Tehát annak a csoportnak több tagja ismer, mint nem ismer. És én a fejemben nem így vagyok minden nap, hogy tűrök a szobában, hogy én vagyok a celeb, meg a híresség, meg a én mindenki felett állok, ezért amikor kimegyek az utcára, és, és emberek kiabálnak, meg visítanak a lányok, meg utánam szaladnak emberek, akkor, akkor itt ütközés van. És akkor vagy azt mondom, hogy ezt mindezt nem fogadom el, és ne, ne csináljatok velem képet, mert én is csak egy átlagos rác vagyok, vagy azt mondom, hogy hát én vagyok a híresség, igen, akkor biztos, Megvan rá az Miért nem az a tízezer másik ember lett híres? Miért pont én? Gondolom azért, mert az emberek valamit szeretnek a videóimban, ami bennem van meg. Tehát, hogy ezt tudatosítsam magammal, ezért kell ezeket megemlíteni. Nem azért, hogy menőzzek. Másrészt, az élet nem áll meg, az idő mindig egyfelé halad. Nem lehet se megállítani, se lelassítani, se felgyorsítani. Felgyorsítani lehet, hogyha lobotómiát csinálsz magadnak, akár átmenetileg, de lelassítani nem lehet, és Nekem is hiányoznak a, a gyerekkori éveim. Na jó, annyira nem, de bizonyos dolgok hiányoznak például, amikor átéltem gyerekként meséket. Tehát már hiányzik az, ahogy akkor láttam, mert már hiába megnézem ugyanazt a mesét, már máshogy fogom látni. És már ezt nem kapom vissza soha. Vagy régi ismerősök, régi kapcsolatok, vagy valaki meghal, az is hiányzik. És az rossz érzés, hogyha valami volt, és már nincs. Nekem is rossz érzés, hogy öregszem meg, hogy jön az idő, viszont igyekszem kétszer annyi élet per időt végrehajtani. Szerintem sikerül is, mert mikor némely embereknek látom, hogy hogy, hogy hogy osszák be az idejüket, hát hozzájuk képest az én időbeosztásom egy, egy tűpontos katonai terv, pedig amúgy nem. Csak tudatosnak kell lenni, hogy az idő folyik, és minden pillanatban ott, ott pereg a, a fejed fölött, és nem kell ostobaságot csinálni, amitől nem kapsz semmit. Például nem kell veszekedni egy olyan emberrel, aki csak az időlet húzza, mert unatkozik és szeret veszekedni. Vagy nem kell három órát utazni minden nap a munkába, hanem ha erre rájössz, akkor közelebb tudsz költözni, vagy kereseni egy másik munkahelyet, vagy nem tudom. Szóval az idő múlásával általában az nincs megelégedve, aki nincs megelégedve azzal, hogy mi történik vele a jelenben. Mert ha rossz a jelenet, akkor így mérges, hogy nem áll basszus. Hát el, el, el Eltehet ugyanannyi idő, mint a másik emberek, és a másik embernek ilyen jó volt közben, nekem meg végig ilyen szar de nekem ugyanúgy eltelt az időm, úgyhogy rohadjon meg. Szóval ez így még frusztrálóbb lehet, viszont alapból frusztráló. Tehát kb. csak akkor nem érzed azt, hogy az a fránya idő miért megy annyit, hogyha folyamatosan minden pillanatot százszerzelék megélsz, soha nem mosod ki az agyadat, hanem mindig így tudatosan jelen vagy, sosem máson gondolkozol, és, és jó a jelened. Tehát hogyha nem menekülni kell a jelenből, meg nem egy kínszenvedés, meg nem egy átmeneti idő, hogy most még ezt kibírom, most még 8 hónapig bírom ezt, és aztán már jobb lesz. Mert az ilyenekkel megy el az idő, hogy most még ezt kibírom. Mert amíg kibírod, addig fejben nem vagy ott, és aztán meg már alig lehet visszamenni. De aki meg minden nap úgy fekszik le, hogy ma megtettem, amit tőlem telett, és még nem is siettem, csak úgy csináltam sok cool dolgot, akkor az nem érzi azt, hogy feleslegesen telt a nap, és nem érzi azt, hogy túl gyorsan telik az idő, hanem pont olyan sebességben érzi, hogy telik, mint ahogy neki jól esik. És akik ezt így érzik, azok bizonyára mérgesek, amikor elmúlnak a régi videók. A másik emberek, akik mérgesek, akik pedig kötődnek egy bizonyos videó típushoz, vagy egy, egy napi rutinhoz, én is sok olyan videó volt, amit így, így rászoktam, hogy minden nap nézek. Például PewDiePie-t minden nap néztem, amikor, amikor feltöltött, és tök rossz érzés volt, amikor egyszer egy hónapra elment, és nem csinált videókat. Mert így teljesen rászoktam, és a, a napomnak a része volt, mint az, hogy reggel megvakarom a seggemet, vagy hogy mit tudom én, egy specifikus módon nyitott ki a, a függönyt, vagy hogy így felvered a párnádat. Most ha, ha 20 éve minden nap felverted a párnádat, és ma azt mondják neked, hogy ma nevelt fel a párnád, akkor idegesíteni fog, hogy de fel akarom venni a párnám. Na, és mivel sok ilyen volt az életemben, ezért rájöttem, hogy igazából nem szabad kötődni dolgokhoz, amik nem állandó dolgok. Tehát itt nem azzal van a probléma, hogy ez a dolog megszűnik, hanem azzal van a probléma, hogy te állandóként akarsz tekinteni arra a dologra, pedig nem az mert keresed az állandóságot az életedben. Ez lehet például párkapcsolat, hogy ő már régóta ott van, ő, a, ő, az oszlop, és akkor ő van a legrégobb óta az életemben, akkor nem hagyhatom ott. Vagy lehet egy, egy telefon, hogy ez már hat éve a telóm, és egy törött szar, de, de nagyon szeretem, meg ez a legrégebb óta lévő bármim. Lehet egy, egy szar munkahely is, ahol már nem érzed jól magad, de úgy érzed, hogy ez a fix pont, ez a munkahely, minden jött, ment, de a munkahely az ugyanaz volt. Vagy lehet egy ház is, már el kéne adni ezt a házat, mert már kinőttük, meg jobb lenne egy másik helyen lakni, de ez a fix dolog, ez a ház, mert már itt élünk mióta, már apámé volt, meg az ő apjáé, és akkor nehogy már ne itt. Szóval én is ezekre hajlamos vagyok, igazából egy dologra jöttem rá, hogy ma magadba kell ezeket megtalálni, tehát hiába külső dolgokból keresed, nem fogod tudni megtalálni. Maxon a naphoz kötődhetsz, de a nap meg nem mindig süt, meg a változáshoz lehet kötődni, tehát hogyha elfogadod azt, hogy pont az az állandó, hogy minden változik, akkor ezt az egész változás folyamatát látod állandónak, tehát az egész körforgás lesz akkor már magától értetődő, és akkor így, így bólogatsz, hogy na jó, akkor ez, ez úgy, úgy van, ahogy lennie kell például, hogy az emberek öregszenek, például hideg van, és utána felmelegedik az idő, és aztán sokáig meleg van, és utána megint hideg van. Vagy hogy este sötét van. És ez minél többet megfigyeled, és minél jobban beigazolja magát, annál inkább rájössz, hogy á, tényleg, hát ez is megöregedett, meg az is megöregedett. És ez meg is halt. Á, most már értem. És akkor az egész folyamatot fogod úgy megismerni, hogy már az lesz a legrégebb óta veled lévő dolog, hogy telik az idő. És bum, már fordítva gondolod, már ez nem egy dolog, amitől menekülni kell, hanem, hanem ez egy ilyen központi dolog, amitől nem, nem lehet megszabadulni. Tehát, hogyha nem tudom, két évig megfigyeled, hogy télen hideg van, meg nyáron meleg, meg van hát, ilyen, ilyen változással kapcsolatos dolgok, hogy berosdál a vas, meg megpenészesedik a tejföl, meg ilyenek, ezek mindig ugyanolyanak lesznek. És akkor ezekhez lehet kötődni. Másik, amihez lehet kötődni, és nem mástól függ, azok a mentális szokások. Például rászoksz, hogy kitakarítod a szobádat, akkor utána, ha egy másik szobában laksz, akkor is ugyanúgy kitakaríthatod. Vagy ha megszokod, hogy minden nap csinálsz 20 támasz reggel, amint felkelsz, akkor bárhol laksz, bármi a munkahelyed, bárki a partnered, tudsz csinálni reggel 20 fekvőtámaszt, és ez mindig adott lesz. Mondhatjátok, de hát mi van, ha elüt az autó és leamputálják mindkét karodat tőből hát akkor bizony nem tudsz fekvő támaszkodni, utána, ez igaz. Viszont csinálhatsz mást, tehát nem egy ilyen dolog kell, hanem kell több ilyen dolog, ami nem annyira nagy, hogy ne lehessen tartani, hanem elég kicsi ahhoz, hogy mindennapi lehessen, viszont több dolog is elfér belőle. Például, nem tudom, takarítás, mert hát ez ijesztő, hogy nem tudom, elkezdesz zongorázni, és akkor végre beadsz apait, anyait, és akkor meg, meg a kezed, mert elkapsz valami betegséget, és akkor hoppon maradsz. Hát igen, ez kellemetlen. Úgyhogy azért jó, hogyha sok ilyen dolog van, sok vasat kell tartani a tűzbe, és akkor valami rossz történik, akkor is legalább ott lesz egy másik. Szóval így röviden ezeket lehet csinálni, hogyha hiányzik a régi befekszem az agyala. A régi befekszem az agyala nem fog visszajönni, mert az a múlt és egyfelé halad az idő. A max visszanézhetitek a videókat, de az nem lesz olyan, mint az először, tehát er erre reménythetek, hogy telik az idő, hanem telik az idő. Há bocsmá! Nem én voltam na. Szóval ezt vagy úgy lehet megoldani, hogy megállítom az időt, és mindig ugyanolyan videókat teszek ki vagy mindig ugyanazt a videót kiteszem, vagy nem tudom, de akkor meg egyre kevesebben nézni, már csak az autisták maradnának. Vagy ti tudjátok elfogadni, hogy ez így van, és ez mindig is így lesz minden mással, nem csak az én csatornámmal. Kivéve, ha feliratkoztak a Befextra csatornára, mert a Befextra csatornán vágatlan videók vannak, na jó, nem mindig vannak vágatlan videók, de ott olyan videók vannak, amiket, amik csak úgy, úgy megcsinálom, mert érdekel, nem az, hogy ez, ez népszerű lesz, meg ez széles körben érdeklődés kell, hanem csak ami engem érdekel, vagy eszembe jut, arról csinálok szabadon videót a Befextrán, úgyhogy ide tudtok feliratkozni, hogyha szeretnétek ezt a régi befekszem az agyala feelinget. Úgyhogy felejtsétek el mindazt, amit mondtam, mert nem ez a megoldás, az igazi megoldás az, hogy feliratkoztok a Befextra csatornára. Let's go! Köszi a feliratkozást, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!